Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Ivon Natura televíziót láthatnak. VNTV könyves polcer adássorozatunkban Lantos Mihállyal beszélgetünk a stúdióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Misi, a stúdióban újra. Köszönöm én is a meghívást. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy a mai ember tel is van problémákkal, és már annyira megszoktuk ezeket a problémákat, annyira megtanultunk együtt élni a gondjainkkal és a problémáinkkal, hogy egyfajta probléma vakságban élünk már, ahol igazából már nincs is nagyon kedvünk megoldani ezeket a dolgokat. Viszont a problémákra lehetne más szemmel is nézni, és akkor lehet, hogy rájönnénk arra, hogy a problémák valójában mit céloznak meg, mire tanítanak minket, és amikor meg szeretnék oldani egy problémát, abban igazából egy óriási nagy belső motivációs erő rejlik. De szeretném megkérdezni, hogy te hogy látod ezt, mit kezdjünk ezzel a mi kis problémás világunkkal, ami azért, ami bent úgy kint, én azt gondolom, hogy a vak is látja most már azt, hogy igenis nem csak kint vannak problémák, hanem el kell menni mélyebbre magunkba. Én egyáltalán nem látom problémásnak ezt a világot. Szerintem ez nem problémás világ. Két dolog miatt mondom ezt, és akkor mindjárt reagálok arra, amit mondtál. Az egyik az, hogy én azt gondolom, hogy nem csak probléma vakok vagyunk a mai világban, hanem egy csomó mindenre vakok vagyunk. Ott van például az a kifejezés, amit nem is olyan régen hallottam egyébként, de nagyon találó, hogy reklámvakok vagyunk. Hiszen hogyha bekapcsoljuk a televíziót, odaülünk az internet elé, vagy csak megyünk az utcán, azt látjuk, hogy millió és millió impulzus van, ami próbál minket valamire rávenni, tehát reklámoz valamit. És ezre most már lassan immunisak vagyunk. Illetve az, hogy az inger küszöbünket elérje valami, ahhoz nagyon nagy dolognak kell történni. Nyilván erre számos példát látunk a környezetünkben. A másik dolog, ami miatt ezt mondtam, hogy én igyekszem úgy élni az életemet, hogy nekem nincsenek problémáim, hanem nekem megoldandó feladataim vannak. Tehát, hogyha problémaként tekintek például az éhségérzetre, tehát, hogy egész nap rengeteg dolgom van, és már megint éhes vagyok, és akkor gyorsan bekapok 3 falatot, aztán futok tovább, akkor az tényleg problémává válik. De az éhség az nem egy probléma, egy megoldandó probléma, hanem az egy teljesen természetes igénye a testemnek, azt jelzi, hogy szüksége van üzemanyagra, mellesleg azért, hogy elvégezzem azt a rengeteg feladatot, amit szeretnék. Tehát én azt gondolom, hogy inkább megoldandó feladatok vannak a világban, abból viszont van jó sok, de egészen másként hangzik, mert a probléma az olyan, mint amikor már a hullámok csapkodnak a fejünk fölött, a megoldandó feladatok azok pedig pont azok, amiben még jól tudunk úszni. Igen, én is pont erre gondoltam, hogy vannak nagyon sokan, akik szépen egy ilyen kényelmi, egy áporodott, betokosodott, megszokott gondolkodásmódon alapuló komfortzónában élik az életüket. A problémákról, mint olyanokról megtanultuk azt, hogy arra lehet hivatkozni, az jó alibinek, arról lehet panaszkodni, és igazából nem kell tennünk semmit. És ugye, amiről te beszélsz, az már egy teljesen más típusú, az pont a megoldás, hogy egy teljesen más látásmódba helyezve a problémát, feladatnak lásd, egy lehetőségnek lásd adott esetben. Látod-e az emberekben azt a potenciált erre, amiről te beszélsz? Mert ugye neked már úgymond egy ilyen nyitott probléma megoldó képességed van, hogy maga nem is probléma, hanem akkor feladat, amiben te látod a lehetőséget és a potenciált, és ezt te meg is ragadod. De látod-e ilyenkor már azokat az embereket, akik nem így élnek, és adott esetben pontosan megnehezítik a te feladatmegoldó kreatív képességeidet? Van-e kedved egyáltalán ezeket a feladatokat kivitelezni? Tehát mit mondanál azoknak az embereknek, akiknek már erre nincs kedvük, energiájuk? Én azt gondolom, hogy nekem sosincsenek az életemben, meg körülöttem olyan emberek, akik akadálya lennének az én feladataim megoldásának. Mégpedig azért, mert igyekszem alkalmazkodni mindig a lehetőségekhez.
Én úgy képzelem el ezt az egészet, hogy a komfortzónánknak a belseje az tulajdonképpen nem más, mint a szokásaink. Tehát ahogyan éljük az életünket, ahogyan felkelünk reggel, ahogyan öltözködünk, ahogyan járunk, ahogyan beszélünk, és még egy csomó dolog. Na most a komfortzónámon még mindig belül van, de már a külső részen vannak azok a feladatok, amiket meg tudunk csinálni, tehát egyáltalán nem lehetetlen, viszont nem annyira kényelmes, mint a megszokott világban, tehát a szokásaink között. Tehát a komfortzónánknak a külső részét hívjuk úgy, hogy a hitrendszerünk, amiben azt mondom, hogy én ezt meg tudom csinálni, képes vagyok rá, hiszek benne, stb. És ami ezen kívül van, a komfortzónámon kívül, az a lehetetlen. Tehát ami képtelenség, amit ilyet nem lehet megcsinálni, stb. Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a kis hercegből idézve, hogyha én azt parancsolom, hogy változzatok pillangóvá, és repüljetek virágról virágra, na az lehetetlen. Tehát az már tényleg a komfortzónámon kívüli terület. Na most, hogyha az ember azt észreveszi, a nagy panaszkodás közben, ugye mi magyarok eléggé panaszkodó típusok vagyunk, mint hogyha az jó lenne, sose értettem egyébként, hogy ez miért szolgálja a megoldást, nyilván egyáltalán nem szolgálja a megoldást, de hogyha azt mondjuk, hogy jaj, én ezt nem tudom megcsinálni, én erre képtelen vagyok, akkor azt csinálom, hogy megpróbálom kitolni a komfortzónámon teljesen kívülre a feladat megoldást, de valójában ez nem így van. Hanem valójában nem az az igazság, hogy jaj, én ezt nem tudom megcsinálni, hanem képes vagyok rá, hogy megcsinálom, de nem annyira kényelmes. És ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Na most abban a pillanatban, hogy van valami feladatom, amit szeretnék megoldani, akkor egyszerűen csak beleteszek energiát, és kitalálom a megoldást, szövetségeseket keresek hozzá természetesen, tehát nyilván asszertíven igyekszem ezeket a problémákat megoldani, és senkinek nem kárt okozni azért, mert én szeretnék valamit megoldani, de az, hogy ez most kényelmetlen, vagy energiabefektetést igényel ennek a megoldása, az azt jelenti, hogy a komfortzónámnak a hitrendszerében vagyok, viszont mindig sokkal eredményesebb a vége, mégpedig azért, mert mindig mindenből tanultam valamit. Ha én csak a megszokott kis világomban élek, akkor nem vagyok fejlődőképes, akkor nem tanulok. Nézzük meg azokat az akadályokat, amik alapvetően nem feltétlenül örülnek az ilyen típusú embereknek, mint amilyen te vagy, aki igenis túlnéz a lehetőségeken, túlnéz a megszokásain, és ha megnézzük, akkor egy nagyon túlszabályozott világban élünk most. Minél szigorúbbak a szabályok, minél jobban meg van határozva az embereknek azt, hogy mikor mit csináljanak, érzem azt, hogy ebbe egyre feszültebbé válnak az emberek, és ebből már szeretnének kitörni. Na most kétféle lehetőség van a kitörésre. Az egyik az, hogy én kilépek ebből a komfortzónából, megkérdőjelezem ezeket a szabályokat, megkérdőjelezem azt, hogy amit eddig hittem, gondoltam, tanultam, az valóban jó-e, valóban nekem azt kell csinálnom, amit az anyutól láttam, vagy amit a tanítomtól láttam, vagy a főnököm, amit mond, megkérdőjelezhetem-e azokat az utasításokat, kéréseket, amiket ő mond, és látok még egy hatalmas, végtelen lehetőségteret, ez pedig az illegalitás területe, ahol igenis megint csak egy nagyon nagy részleg, minél korlátozottabb egy embernek a mozgástere, meg fogja keresni előbb vagy utóbb a szabadulást. Látod-e a lehetőséget? Hogyan tudunk kiszabadulni? Aki nem olyan, mint te, tehát aki nem meri megtenni ezeket a lépéseket, úgymond nem ad engedélyt saját magának arra, hogy bármit mozduljon, hanem elhiszi azt, hogy már pedig ő neki ennyi van, faltól falig, munkahelytől, munkahelyig. Nagyon kedvesen úgy akarsz engem beállítani, mint aki már megszabadult, vagy legalábbis megvilágosodott. Nyilván én is tele vagyok ilyen akadályokkal, ilyen gátlásokkal, de hát én szerintem az életünk az arról szól, hogy folyamatosan tanuljunk, és fejlődjünk, és tapasztalatokat szerezzünk. Szerintem az életnek ez az egyik legfontosabb értelme, a folyamatos tanulás, vagy tapasztalatszerzés. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy megkérdőjelezzük-e a szabályokat, akkor tulajdonképpen nem arról beszélünk, hogy áthágjuk-e a törvényeket, hogy azon gondolkozzunk, hogy hogyan csaljunk adót. Tehát nem erről van szó, hanem amikor arról beszélünk, hogy a szabályokat megkérdőjelezzük, akkor azt kérdőjelezzük meg, hogy az a szokás,
amit végzünk, vagy ami alapján végzik a tevékenységünket, az jó vagy nem jó? Ezt érdemes sokszor feltenni. Amikor beszélgetek a tanítványaimmal, és megkérdezem tőle, hogy de most ezt miért így csináltad, ezt a feladatot, miért így hajtottad végre, miért így olvastad el azt a könyvet, akkor sokszor az a válasz, hogy hát, mert ezt így szoktuk. Na, ezen érdemes elgondolkodni, hogy tényleg azért, mert így szoktuk, ugye számtalan példa van erre, hogy az, hogy így szoktuk, az nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Ugye ez a híres öt majom kísérlet, amit többször olvastam már, különböző publikációk hivatkoznak is rá, amikor is arról volt szó, hogy öt majmot betettek egy ketrecbe, egy ilyen jó magas ketrecbe, és a ketrec közepére fölállítottak egy létrát, és a létra tetejére pedig tettek mindenféle finomságokat, amit szeretnek a majmok. Persze, amikor az első majom fölfedezte, hogy ott a létra tetején vannak finomságok, elindult fölfelé a létrán. És ebben a pillanatban a kutatók mindenféle ijesztő dolgokat műveltek. Villámlást, dörgést szimuláltak, ilyen hideg, jeges vizet spricceltek be a ketrecbe, és a majmok nagyon hamar megtanulták, ugye ez az egyszerű kondicionálás, nagyon hamar megtanulták, hogy ez csak akkor történik, amikor elindul valaki fölfelé, oké, akkor itt az a szabály, hogy utána nem szabad fölmenni. Aztán megtörtént az, hogy kicserélték az egyik majmot egy új majomra. És ez az új majom, persze, aki ezt még nem tudta, hogy itt ez a szabály, az észrevette, hogy a létre tetején van valami finomság, elindult fölfelé. A többiek azonnal lerángatták a létráról, és megverték. És megtanították neki, hogy nem, oda nem szabad fölmenni. Csak hogy most jön a nagyon érdekes dolog, soha többé nem fordult elő a dörgés, villámlás és a jeges eső. Aztán kicserélték a második majmot, az is észrevette, hogy van valami fönt, elindult fölfelé, többiek lerángatták és megverték, és ezáltal megtanították neki, hogy oda nem szabad fölmenni. Aztán a harmadikat, a negyediket, az ötödiket, és eljutottak oda, hogy nem volt már a ketrecben olyan majom, aki valaha az életben átélte volna a dörgés, villámlást és jeges esőt, és mégis betartották ezt a szabályt, hogy oda nem megyünk föl. És persze, hogyha tudtak volna kommunikálni a majmokkal, és megkérdezték volna, hogy de miért, akkor valószínűleg azt válaszolták volna, hogy nem tudom, itt ez így szokás. Na most érdemes sokszor föltenni a kérdést saját magunknak, hogy ha végzek egy feladatot, hogy így szoktam csinálni, akkor az jó szokás? Az hasznos szokás? Hasznos mindenki számára? Előrébb tudom vinni a világot? Előrébb tudom mozdítani a saját életemet vele? Mert ha nem, akkor érdemes ezeket a szabályokat átgondolni, és inkább áthágni, és keresni valami sokkal jobb eszközt. Hogy érzed, Misi, hogy az emberek mennyire motiváltak még? Tehát amíg valaki egy ilyen fiatalabb korba lép, és akkor még felfedezi a világot, meg még vannak neki álmai arról, hogy majd mit szeretne csinálni, meg hogy... Én azt látom, és mondjuk cáfold meg, hogyha nem így van, ugye te... Nagyon-nagyon ügyesen segítesz a gyerekeknek tanulni, ami meg a szülőknek is, meg a pedagógusoknak is, mert azért a mai gyerekek már, valljuk be, azért már sokkal határozottabban képviselik azt, amit ők szeretnének, sokkal tudatosabbak, sokkal önállóbbak, és bizony egyre nehezebben tudjuk lenyomni a torkukon azokat a kötelességeket, amiknek nekik azért ugyanúgy meg kell felelni. És neked ugye nagyon jó módszereid vannak arra, hogy hogyan tud ösztönözni őket, hogy hogyan tud az a bennük egy kicsit esetleg elszúnyadt tanulás vágyat, az, hogy felkelteni a lelkesedésüket az iránt, hogy az emberekben hogyan lehet motiválni azt, hogy ők még akarjanak valamit kezdeni az életükkel, hogy akarjanak változtatni, és ne fogadják el azt a biztos, ám de sokkal kevésbé érdekes irányított, amiket mondtál, azok elmekoncepciók, hogy amit lemásolunk. Igazából állandóan csak egy másolással töltjük az életünket. Te viszont, amiket létrehoztál, tanítási módozatokat, módszereket, azok kreatív térből jönnek. Hogyan tudom eljutatni a kreativitás felé a mai embert? Hát úgy, hogy meg kell mutatni az élményt benne, élményt a tanulásban, élményt mindenben. Mégpedig azért, mert
Mert ez egy, ahogyan Hanki Selemér fogalmazott egyszer, ez egy élménytársadalom, amiben élünk. Tehát itt a 21. századi európai embernek az a legfontosabb motivációja, hogy minél több élmény, minél gyorsabban, minél töményebben, minél olcsóban kapjunk meg. Hát lehet azért nem értjük a mi gyerekeinket, hogy miért van az, hogy elmennek egy koncertre, és mondjuk odaállnak a hangfal elé, és mondjuk másfél vagy két órán keresztül dübörög a zene a fülükben, a dallamból persze nem hallanak semmit, és akkor azt mondják, hogy fú, mekkorát bulisztak. De most ezt fogadjuk el, tehát ő nekik ez. Én eleve nem szeretem azt a gondolatot, hogy az emberek alul motiváltak, a gyerekeink ilyenek, vagy a gyerekeink olyanok, mégpedig azért, mert én mindig az egyént látom. Tehát ha most kijelentjük, hogy a mi társadalmunk olyan, hogy akkor az nem fogja segíteni a probléma megoldást. Itt mindig az egyénről van szó. Vannak a társadalomnak jellemzői. Vannak olyan szokások, ami jellemző az emberekre. Például szokás az, hogy mondjuk hazamegyek, és lehetőség szerint nem mozdulok ki utána már otthonról, mert egyébként is fáradt vagyok, meg ez, és akkor én nekem nincsen igényem a kultúrára, a színházra, az olvasásra, a mozira, vagy bármi ilyesmire. De nem szabad általánosítani. Azért nem, mert van, akinek meg igenis van rá igénye. Most az, hogy megteszi, vagy nem teszi, az a második kérdés. De hát én is ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a színház művészet, nem érdeklik a filmek, nem érdeklik a könyvek, de mondjuk nagyon szívesen barkácsol. És akkor vagy barkácsol, vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogyha olyan eszközöket mutatunk az embereknek, amiből ő tud válogatni, amiből ki tud törni a saját komfortzónájából, tehát a belső komfortzónájából, ahol egyébként nem biztos, hogy jó szokások vannak, amiről az előbb beszéltünk, akkor ő rá szerintem bátran rá lehet bízni, hogy használja azt az eszközt, vagy nem használja ezt az eszközt, és ez független attól, hogy az illető 3 éves, vagy 30 éves. Talán, és igen. Ez a könyv, aminek kapcsán beszélgetünk, ez a könyv szerintem pont egy ilyen eszközláda, szerszámos láda, hívjuk így, amiben olyan lehetőségeket mutat föl a szerző, amit rábíz nyilván az olvasóra, hogy akar használni, vagy nem. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy találtunk egy jó kis könyvet, a Bioenergetik kiadó jó voltából szintén. Az a címe, hogy bárcsak 20 évesen tudtam volna mindezt, és rengeteg üzleti esettanulmányt, sikereket és kudarcokat feldolgozó történetet hallhatunk benne, vagy olvashatunk benne, túl azon, hogy különböző eszközöket és módszereket is bemutat a könyv, és magának a könyvnek is az a célja, azt gondolom, hogy az volt ez is egy tanító, azt hiszem, aki tanfolyamokat tart, hogy hogyan tud el a problémából, a feladatból egy élvezetes, egy kreatív, probléma megoldó, vagy egy feladatorientált teljesítményt előhozni, hogyan tud a saját motivációdat csökkenteni, és ugye te is találtál azért egy olyan szegmenst itt a világban, akikhez nagyon jól tudsz szólni, akik értenek téged, akiknek tudsz segíteni, és ugye ezek a gyerekek. A gyerekek, akik a mi jövőnk, tehát a jövő nemzedékeit, nem mindegy egyáltalán, hogy mi hogy ápolgatjuk. És maga az, hogy tudok segíteni, ugye ez szintén a könyvből veszem most, hogy az is egy ilyen fajta belső motiváció, amikor én azt gondolom, hogy én esetleg, ahogy te, hogy végig tapasztaltál valamit, ami neked működött, és utána ezt odaadod a többieknek is, hogy hát, ha valakinek ez ugyanúgy nagy segítség lesz. És ez is egy nagyon nagy belső motiváció. Tehát igen, ilyen szempontból én is tudom úgy nézni a világot, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, de hogyha van egy gyönyörű kerted, ami már teljesen készen van, és gyönyörűek a növények, azt is meg kell gazolni, és azt is a legjobb módon kell ápolgatni. És tételezhetjük ezt is fel, hogy az emberek eljutottak odáig, hogy igazából úgy készen vannak magukkal, minden kényelmük adott, minden lehetőségük megadatik most a mai világban. Bőség van, rengeteg információ van, végtelen választási lehetőségeink vannak. Tényleg, teljesen telített a svéd asztal. Igen, ezt akarom kérdezni. Erről egy Faludi György vers jut eszembe. Az a címe, hogy civilizációnak mondják.
amiben azt írja, hogy ez egy szonett egyébként, és azt írja, hogy két autó, nyaraló, mobiltelefon, számítógép, üvöltő hírközlés, ők ezt civilizációnak mondják. Sosem veszik észre, hogy csak kényelem. És ez egy nagyon-nagyon jó gondolat szerintem. Tehát az, hogy ennyi lehetőségünk van a világban, mondjuk a szórakozásra, az impulzusok keresésére, azt, ahogyan fogalmaztam, ezek lehetőségek. Tehát ez nem maga a civilizáció, ez nem maga az élet. Tehát az, hogy nekem van egy nagyon jó mobiltelefonom, meg van egy nagyon jó autóm, az nem az élet. Az csak egy lehetőség, meg az legfeljebb csak kényelem. Lehetőség arra, hogy beüljek az autómba, és több száz kilométert is megtehessek kényelmesen, és elérjek oda. A mobiltelefonom, az okostelefonom, az pedig arra lehetőség, hogy a világ számos információjához hozzáférjek. Én a gyerekeknek is ezt szoktam tanítani, hogy, és ez nagyon szokott nekik tetszeni, hogy eszedbe ne jusson letenni a telefont a kezedből. Ugye mindenki azt mondja nekik, hogy tedd már azt a telefont és tanulj el. Én meg azt mondom, hogy ne tedd le a telefont, hanem azt is hívd segítségül a tanulásodhoz. Hiszen hogyha bármiben megakadsz, bármilyen feladatot szeretnél megoldani, megtanulni, bármilyen információt, ott van a kezedben a lehetőség. Keres rá! És éppen ezért szoktam a gyerekeknek azt is megtanítani, hogy hogyan keressünk rá, tehát hogyan lehet jól keresni, hogyan kerüljük el a káros tartalmakat, stb. Tehát én ezt külön pontot szentelek ennek a kurzusaimon. Hiszen ezek lehetőségek. Lehetőség ahhoz, hogy fejlődjünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, és gondoljunk bele, hogyha ennyi minden van körülöttünk, ennyi lehetőség, a számítógéptől, az okostelefonon keresztül a jó autóig, ezek nem is voltak még az emberiség ismert történetében. Ekkora lehetőségek. Tehát most ott tartunk, ami az ismert történelmünkben, még sosem következett be, az, hogy ekkora lehetőségünk van a fejlődésre, vagy a tapasztalatszerzésre. Érdekes, hogy a könyv is említett egy olyat, hogy maga a vállalkozó szellem, tehát aki mindenképpen szeretne valami élhető életet megvalósítani az életében, vagy egyáltalán valamit megvalósítani, valamit létrehozni, felfedezni. Ők alapvetően egyébként problémakereső emberek, akik úgymond kiszimatolják a problémákat, amikre egy nagyon jó megoldást fognak tudni ajánlani. És ilyen típusú vállalkozó szellemiségnek tartod magad esetleg te is? Mindenképpen. Mindenképpen is az egyik feladatom az életben az, hogy ezeket a lehetőségeket megmutassam másoknak is, ugye történetesen a gyerekeknek, vagy a fiataloknak. Tehát én soha semmit nem tukmálok rá semmire, ezt nagyon fontosnak találom. Tehát amikor eljön hozzám egy gyerek egy tanulásmódszertani kurzusra, és a szülő az, aki várja azt tőlem, hogy én majd megtanítom a gyereket tanulni, akkor én azt szoktam mondani, hogy én nem. Én soha semmit nem fogok ráerőltetni a gyerekre, én nem fogom neki azt mondani, hogy ez így és így és így kell csinálni, mert pont ebből van elege a gyerekeknek az iskolába, ahol a tanár készen ad nekik valamit. Itt van készen, ezt tessék megtanulni valahogyan, és aztán, és akkor ez így jó. És a legnagyobb baj akkor történik, amikor a gyerekek kikerülnek az iskolából, kikerülnek a nagybetűs életbe, és ott viszont nem intézel senki semmit helyettük, ott nem kap készen semmit, őnekik kell már elkészíteni valamit, és ott fognak állni a gyerekek teljesen védtelenül, eszközök nélkül, és mindenféle lehetőségek nélkül. Mert eddig ahhoz szoktak hozzá, hogy mindent készen kapnak. Na most éppen ezért szoktam azt mondani, hogy én nem mondom meg a gyerekeknek, hogy mit csináljanak. Adok nekik rengeteg ötletet, lehetőséget, azokat be is gyakoroljuk ott a tanfolyamon, és mindig el szoktam mondani nagyon sokszor a gyerekeknek, hogy a te életedet te irányítod, és te döntöd el, hogy mennyit használod az okostelefonodat, te döntöd el, hogy este 10 órakor lefekszel-e már aludni, vagy neked sokkal fontosabb az, hogy még az Instagramon meg kell nézni, hogy mit posztoltak a barátaim, de akkor viszont be kell vállalni, hogy másnap délelőtt fáradt leszel az iskolában, és akkor nem tudsz figyelni arra, amit a tanár mond, amikor délután hazamész, akkor viszont neked egyedül kell megtanulnod. Döntsd el, a te életedet te irányítod. Ehhez viszont adjunk rengeteg eszközt. Igen, és hogyha visszagondolsz arra, hogy
amikor mi születtünk annak idején, akkor teljesen más volt még a világ. Tehát akkor ezért ez nem volt annyira divat, akkor így igazán nem voltak kedveltek azok az emberek, akik igenis a saját útjukat, meg a saját életüket a kezükbe vették, hanem egy igenis erősen irányított, egyfajta parancsüzemmód volt. Mi az, amit megtanultunk mi akkor? Az, hogy mindig valakinek az engedélyét kell kérni, mindig várni kell arra, hogy majd megmondják, hogy valaki megmondják nekünk azt, hogy mit csináljunk. És ugye azóta azért eltelt egy pár év, és teljesen megváltozott a világ, mert egy úgynevezett, tehát kikerültünk úgymond a szabadság nagy lehetőségeinek a tárházába, szabad teret kaptunk a világra, jöhetünk, mehetünk, és bizony észre kell vegyük, hogy most nem az lesz, hogy hát persze, most is megmondják azt, hogy mit csináljunk, tudat alatt mit vegyünk meg, merre menjünk, mik az még kis korlátozott lehetőségeink, de most az ébresztő az elsősorban erre szól, hogy nem kell most már várni senkinek sem az engedélyére, de és hogy ne várjuk meg azt, hogy valaki belénk rúgjon egyet, hogy igenis tedd meg, hogy ne várjuk meg, amíg az életünk egy akkorát rúg belénk, hogy igenis meg kell kezükbe merjük venni a sorsunkat. És ugye itt azért óriási nagy lépéseket kell, nagyon rövid idő alatt változott meg a világ, ezt is veled beszélgettük, nagyon rövid idő alatt nagyon nagyot változott a világ, teljesen más módozatokon tudunk sikeressé válni, élhetővé kell tennünk az életünket, fenn kell tartani az életünket. És ugye emiatt a beszélgetésünknek is azt a címet adjuk, hogy adj engedélyt magadnak, most még hozzátehetném azt, hogy ne elkéslekedjünk arra, nem fog jönni itt senki, aki majd meg fogja mutatni az utat, és azt fogja mondani, hogy te figyelj, egy kicsit merjél változtatni azon, amit eddig éltél. Mi az, ami még ezzel a könyvvel kapcsolatosan inspirált, vagy megérintett téged, vagy amit el szeretnél mondani még az embereknek? Hát magából a könyvből szeretnék idézni méghozzá a könyvnek az utolsó gondolatait, mert hogy én szerintem ez a legfontosabb ebben az egészben. Az így szól, hogy a legérdekesebb dolgok akkor történnek, amikor letérsz az útról, megkérdőjelezed a közmegegyezést, és engedélyt adsz magadnak, hogy a világot esélyekben gazdagnak és lehetőségekkel telének lásd. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, Misi. Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm, hogy eljöttél, és újra egy jót beszélgethettünk. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra!